Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. április 25. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság a bitcoin piacokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Jöhet eső, jöhet szél, a bitcoin piaci szerkezet az szépen tart, és lassan két hónapja állandónak tekinthető. Ebben az oldalazó csatornában mozog a bitcoin most már nagyon-nagyon régen, és hát legutóbb, miután itt az alsó szélét validálta nekünk egy pattanással a mozgás, azt láttuk, hogy gyakorlatilag dollárra a kis csatornámnak a mediányáról fordult most le a bitcoin, és indult el ez a lefelé korrektív mozgás. Hogyha egyébként itt közvetlenül a piaci szerkezetet nézzük, akkor azt lehet látni, hogy itt volt egy point of control szintünk 63.500 dollárnál, itt kivételre került, két héttel ezelőtt, múlt héten megkeletkezett ismét irányító forgalmi szintként itt 63.500 dollár magasságában, és tegnap ezt vette ki a bitcoin, hogyha itt forgalmi szintek alapján szeretnénk tájékozódni a bitcoinnak a grafikonján, akkor felettünk itt 66.500 és 67.000 dollár között, itt van a csatorna medián, illetve forgalmi lábnyomszintek, illetve lefelé pedig itt 61.000 dollár fölött, itt van a csatornának az alja gyakorlatilag ez jellemzi most a bitcoinnak a piaci szerkezetét. Ennek a csatornának az alsó felében van a bitcoin, annak is a közepénél. Meglátjuk, hogy ismét ellátogat-e ide az alsó. Ámaszhoz a bitcoinnak az árfolyama. Egyébként, ha kifejezetten a forgalmat nézzük, akkor azt lehet látni, hogy nem igazán van ám forgalom a piacon múlt héten, látjátok, hogy végig átlag fölötti forgalmak voltak. Hétvégén semmi forgalom nem volt, hétfőn sem volt forgalom. Tegnap kaptunk kettő olyan gyertyát, ami egy picit az átlag fölött volt, de alapvetően egy csökkenő forgalom jellemzi a Bitcoinnak a piacát ebben az oldalazó konszolidációban. Bitcoin is going to zero! 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 Konszenzió grafikonok, a trend szerkezet, illetve az ennek alapján összerakott pozíciós táblám nem változott, továbbra is 4 per 9 a kitettség indikációm, tehát a 9 lehetséges bitcoin kitettségből jelenleg 4-jel vagyok a piacon, hetesen 2-vel, naposon 2-vel, napos idősávon pedig nem tartok fent pozíciót. Ez most a hetes idősáv, és azt látjuk, hogy az RSI, az trenden lefelé, de még bent van, itt a bikás 66 fölötti zónában, csárpánk momentum trendel trenden lefelé. A trendszerkezet az egy long kettes trendszerkezet, a rövid mozgó átlagunk a közepes alatt van, de még mind a ketten bőven fent vannak a magas mozgóátlag fölött. Ennek megfelelően én itt hetes idősávon a lehetséges három kitettségből jelenleg kettővel utazom a bitcoin piacán. Zero! Három napos Bitcoin grafikon azt látjuk, hogy van egy emelkedő mínünk, magas mozgóátlagunk, ez jelenleg 60.600 dollárnál jár, és fölötte van a két rövid mozgóátlagunk, jelenleg medvés elrendezésben, ez egy long kettes szerkezet, és arra utal, hogy ezen az időságon is én nekem a lehetséges háromból kettő pozíciónak a fenntartására van indikációm. A csárpán kereskedési rendszer indikátor folyamatosan zöld gyertyákat ad nekünk, ez azt jelenti, hogy a háttérben figyelt momentum indikátorok azok még egy longos konfluenciát adnak, ugyanakkor, hogyha a trendjét nézzük, akkor az eresi jól láthatóan lefelé trendel, és jelenleg ezen a nagyon-nagyon fontos 50-es szinten támaszkodik. Legutóbb, amikor ilyen mozgást láttunk, hogy jött lefelé az eresi, itt 50-es szinten megtámaszkodott, csinált egy mean a magas mozgóz és pattanni tudott, akkor egy hasonló mozgást láthattunk, meglátjuk, hogy most ismét így sikerül le, hogy eloldalazunk szépen-szépen, addig, amíg az eresi itt az 50-es értéknél szépen megtalálja a bázist és tud pattanni, úgyhogy az árfolyam is a minről pattan, vagy pedig elveszítjük, mint ez a jövőnek a kérdése kristály gömbje senkinek nincsen, mindaddig amíg itt az korábbi old-time high szinten, ez az oldalazó konszolidáció zajlik és érdemben nem veszítjük el a 60 ezer dolláros szintet. Addig én ezt továbbra is alapvetően magas idősávon egy jó kis longos piaci szerkezetnek tartom. Zero. Egy napos Bitcoin grafikon itt továbbra sincsen. Okom pozíciót fenntartani, a magas mozgóátlag alatt zajlik az árfolyam akció lent vannak a mozgóátlagok is. És annyit láttunk, hogy egy fölfelé mozgás keretében egy mean reversion történt, visszatértünk a magas mozgóhoz, és onnan lepattantunk. Az eresi is nagyjából az 50-es értékről fordult le, úgyhogy alapvetően ez egy ilyen medvés mozgásnak a korrekciója volt, ami nem tudott a min fölé kerekedni, hogyha napi point of control szinteket nézünk, akkor itt van fölöttünk egy 64.800 dolláros szint, ennek azért lehet számítani a kivételére, sőt a mai nap gyakorlatilag a csúcs az 64.730 volt, tehát tulajdonképpen ezt akár tekinthetjük egy kivett szintnek tőzsdétől függően, gondolom más tőzsdéken ezt akár ki is vehette az árfolyam. Fölfele itt a min környéken van egy point of control szintünk, itt halmozódnak is, korábban is szint volt, most is szint, tehát ez a 67.000 dollár közötti szint, ez egy mindenféleképpen fontos forgalmi szint meglátjuk. Alapvetően azt látjuk, hogy a csártmánk momentum oszcillátor kezd lefelé fordulni, az RSI az alapvetően lefelé trendel, nézzétek meg, hogy folyamatosan gyártja nekünk a mélyebb csúcspontokat, úgyhogy igazi momentum jelenleg a napos idősávon nincsen a bitcoinnak a mozgásában. Ha lemegyünk egészen mikroszkópikus ilyen négy órás idősávra, akkor azt látjuk, hogy az a longos momentum, ami itt megkezdődött a mozgó a longba keresztezésével megjöttek az zöld gyertyák, azt a tegnapi nap folyamán egy adta vissza a bitcoin, és most már medvés elrendezésben vannak a mozgó átlagok, úgyhogy összefoglalva még egyszer, nekem jelenleg 4 a 9-ből a kitettségem a bitcoin piacán, ezzel utazom jelenleg ebben a halott tokenben egészen a célárat jelentő zeroig. Zero, zero, zero. zero, zero. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel a bitcoin piacokról. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis videókat, és ezek segítségetekre vannak. Amennyiben ez így van, akkor holnap reggel én itt ismét várlak titeket, addig pedig szép napot és jó kereskedés mindenkinek, sziasztok!